Kitiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott hazafelé menet. A gyepre éppen lancsötétség szállott, mint bársony permetek. Lábam alatt álmatlan forogtak, ütött gyermekként csendesen morogtak a sovány levelek. A 60-as évek elején nem ismertem ezt a zenét, amit játszom, meg ami fölnőttem, akkor József Attila volt a Bibliám nekem. Nem úgy olvastam az ő verseit, mint verseket, hanem mint egy bajba jutott ember üzenetét egy másik bajba jutott embernek. Ezek a versek olyanok voltak, mint például, ami a nagyon fájban van, hogy de én nekem pénzhoz fájdalmas, én nekem is hozzám szegődik a gyalázat. Ezt már a Hobo Blues Bandben csináltam, de azért, mert úgy éreztem, hogy hiába írt ezt a József Attila, az én vagyok, vagy nekem szól. A Kossuth-díjas előadó művész számára sokkal többet jelentenek József Attila művei, mint szimplán szép vagy jó versek. Ahogy mondta, a költő sorait úgy olvassa, mint a szent könyveket, és leginkább a fájdalmas, szomorú vadversekkel tud azonosulni. Ezeket pedig mind estjein, mind koncerteken előadja. Amikor Hobo a 70-es években megalapította a zenekarát, már az első műsorukban benne volt a Tiszta szívvel és a Hetedik című vers megzenésített változata. Elmeséljek egy ilyen történetet, hogy amikor a Hobo Blues Band játszott, akkor csődöt mondott a technika. Mivel nem volt hangosítás, kétségbe esettel elkezdtem énekelni a Tiszta szívvel című verset, és a közönség átvette. Vagy a Népstadionban játszottam egyszer az Emberi Jóga koncerten 80 ezer ember előtt, és ott a közönségnek egy hatalmas része kiabálta, hogy a hetedik te magad légy. Sellel, gáncsal mind nem elég. A hetedik. Te magad légy. És ez nem a Hobo Blues Band közönsége, vagy esetleg az enyém, hanem az, hogy amit ő üzent, vagy amit ránk hagyott, az annak felmérhetetlen nagy jelentősége van. Egyrészt, másrészt, hogy benne van az emberekben esetleg anélkül is, hogy tudnák csak ki kell belőlük váltani. Légy ostoba. Első József Attila estjét 1991-ben a Katona József Színházban adta elő, Légy ostoba címmel, ami a rendszerváltás utáni hangulatra reflektált, míg a második, a Milyen jó lenne nem ütni vissza címet kapta. Szíved veled. Az meg inkább én rólam szólt, akit hát akkor is, meg az előtt is, meg azóta is hát nagyon sokan támadnak, és úgy éreztem, hogy ami a legnehezebb az az egészben az a saját erőmnek az elviselése. A harmadik az pedig József Attiláról szólt, megköszönve azt, amit kaptam tőle. Ki tiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott hazafelé menet? Földes László Hobo ezeket az előadásokat nem csak színházakban mutatja be. Elviszi a templomokba, vagy akár a börtönökbe is. Ütött gyermekként csendesen morogtak. Ezeket el kell mondani, tovább kell adni, mert többek nálam, és esetleg megemelnek engem is azzal, hogy én ezt továbbadom, vagy esetleg, hogy nekem segítettek ezek a versek, másoknak is segítenek. Zord bűnös vagyok, azt hiszem, de jól érzem magam. Az, amit ő megérzett, meg fölismert, meg hátrahagyott, az fölmérhetetlen, csodálatos és persze fájdalmas is. Hogy éretfővel szótlanul kibírnám, ha nem vagyok szabad. Az énekes előadó művész estjein letesztelte közönségét, amelyből kiderült, hogy a szinte mindig teltházas előadásokon a több száz főből álló nézőközönség 1%-át sem éri el a 20 éven aluliak száma. Szerinte nagy probléma napjainkban, hogy a fiatalok nem olvasnak, pedig József Attilához mindenki eljuthat, hogyha olvassa a verseit. Mert olvasni sokkal nagyobb szabadság, mint hallgatni valakitől. Jó szóval oktasd, játszani is enged. Szép.